Sziasztok srácok, itt is vagyok egy újabb videóval, amiben hát egyetlen egy játékosra fogunk megint koncentrálni, és az a játékos nem más, mint Inform Dziuba. 89-es fizikuma van, 73-as pace, 75-ös dribbling, 80-as lövés, 70-es passz, és még 35-ös védekezése is van. Igazából én ezt 13.000 zseton körül vettem meg, 12.750-ért, és még nem játszottam vele, de kíváncsi vagyok, és ki is fogjuk próbálni ebben az epizódban. Köréje építettem egy full orosz ligás csapatot, úgyhogy nézzük is meg egyenként a játékosokat. Kapuba Igor Akinfejev került, róla nem kell sok mindent elmondani, ő már nagyon-nagyon rég az orosz válogatottnak a kapusa. Janbaev lesz a jobb hátvédünk, őt igazából a pésze miatt választottam, 87-es pésze van, hát a labda vezetése az annyira nem jó, meg egyedül a védekezése van 70 fölött, a többi alatta van, de remélhetőleg ez nem fog gondot okozni. Csorluka lesz az egyik közép hátvédem, neki igazából a védekezése, illetve a fizikuma is hasznos lesz, illetve a magassága is. Berezucki lesz a másik közép hátvédem, a bal hátvédem nem más lesz, mint Denisov. Neki is viszonylag jó statisztikái vannak, hát itt sem a dribbling dominál, inkább a pace, illetve a védekezés és a fizikum. Zagoev lesz az egyik középpályásunk, akinek hát viszonylag jó statisztikái vannak, mindegyik 70 fölött van, olyan is van, amelyik már majdnem közel van a 80-hoz. Axel Witzel lesz a másik középpályásunk, ő is eléggé magas, meg neki is mindegyik statisztikája 70 fölött van. Giuliano lesz a harmadik középpályásunk, ugyebár a 4-3-2-1-es felállásban. Őt igazából az 5 csillagos cselezése miatt választottam ki, szerintem érdemes kipróbálni. Quincy Promes lesz a jobb szélsőnk, neki 4 csillagos gyengébbik lába van, illetve 4 csillagos cselezése, ez is nagyon jó lesz szerintem. Bal szélső pozícióba pedig Maicon került, hát neki is viszonylag jó statisztikái vannak. Én ezt a játékost eddig szerintem nem láttam, vagy legalábbis nem ismertem, de 93-as pace-szel szerintem nagyon-nagyon jó lesz a szélen, és ugye már a mai epizód főszereplője Dziuba. Neki 89-es a fizikuma, hát van mitől féljen az ellenfél, főleg fejeseknél lesz fontos ő, úgyhogy megpróbálok beívelt labdákat adni neki, meglátjuk, hogy mire megyünk. Nagyon jó lehetőség, Maicon. Maicontól megszerezték, de még nálunk van. Lepasszoljuk, ott van Dziuba, rúg be! Karius megfogta ezt a labdát, de úgy laggol az ellenfél, hogy az valami hihetetlen. Maicon, jó, oké, legurítjuk, ott a lehetőség! És az be fog menni, de úgy laggol a játék, hogy az hihetetlen. Megvan a vezetés, Dziubával ezt nagyon szépen belőttük. Jó lehetőség, kipattan, ott van kapásból, hát ez nagyon gyenge volt, ott van még a labda, az igen, mi van ott, az igen, jó, az igen, és ez be fog menni, nem fog bemenni, és 11-es, az igen, hát érdeke, és kijött a játékos a kapusból, hát itt olyan lag van srácok, hogy ez hihetetlen. Hát mondjuk igen, kapusban elakadtunk, még ő nem kapott piros lapot a kapus az ellenfélnek. Na jó, rúgjuk be, én azt mondom. És a 11-es, ott a gól. Hát a reakció az nem éppen a legjobb volt, remélhetőleg marad az ellenfelünk. Axel Witzellel növeltük az előnyünket. Jó is lenne amúgy, hogy nem laggolna. Néha amúgy jó, meg néha amúgy nem, szóval igen, kapus nem tudott reagálni erre már. És ennyi is volt az első félidő. Hát igen, itt vannak a statisztikák. 10-szer lőttünk kapura, 7 eltalálta a kaput. Hát igazából nincs amit erről elmondani. Nézzük a második félidőt. Harry Kane-nél van a labda. Akinfejev, és be fog csorogni. Hogy lehet ilyen gólt kapni? Jó, Dziuba! 3-1. Végre!
Hát ez ellen az ellenfél ellen nem csak azért nehéz, mert elég érdekesen játszik, mint ahogy láthatjátok most is úgy lak gól, hogy az hihetetlen. És ez a gól ez nagyon szép volt. Bejött középre, és teljes erőből eltaláltam. És ennyi is volt a meccs. Hát srácok, aki ki szeretné próbálni Inform Diubát, az mindenképpen tegye meg, mert nagyon-nagyon jó játszik. És ez a Brazil Maicon, aki itt van a orosz bajnokságban, ő is nagyon-nagyon jó. Axel Witzel is nagyon jó volt. Igazából ez a csapat egy ilyen, hát egy ilyen harmadik csapatnak tökéletesen jó, ha a többieket akarjuk pihentetni. Szerintem ezzel a csapattal eléggé jól lehet játszani, jókat lehet vele passzolni, elég gyorsak a szélsők, Ziuban pedig egy hatalmas gladiátor, úgyhogy köszi srácok, hogy itt voltatok, ha tetszett nyomjatok egy lájkot, és ha nem vagytok feliratkozva, akkor mindenképpen tegyétek meg, hamarosan találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!